Mit tud az új Google telefon a Pixel 9 Pro XL fotó és videó szempontból? Én nem szoktam ilyen tesztvideókat készíteni, de most pont úgy jött ki a lépés, hogy éppen telefont váltottam, és erre esett a választásom. A pontos technikai témákról nagyon jó videók vannak másoktól, akiknek ez a fő profilja. Én inkább a fotós és a videós dolgokat, illetve a mesterséges intelligencia funkciókat szeretném megnézni benne. Szia, Ihász Ingrid vagyok, és hogyha érdekel a fotózás, az utómunka és a fotós vállalkozás, akkor kövessd a csatornámat és kapcsold be az értesítéseket. Az utóbbi években mindig két telefonom van, egy iPhone és egy Androidos készülék. Ennek az az oka, hogy mind a kettőben van olyan, amit szeretek. A Google-nek az operációs rendszere és szolgáltatásai így a hétköznapi életben sokkal közelebb állnak hozzám. Ez az oka annak, hogy ragaszkodom az androidos telefonhoz. Ami viszont a tartalomgyártást illeti, tehát a mobilos fotózást és videózást, mindig is az iPhone volt az etalon. Illetve az Apple-nek a piaci pozíciója miatt volt egy csomószor olyan, hogy valamilyen alkalmazás csak iPhone-ra volt elérhető, vagy oda jött ki előbb a frissítés. Igaz, hogy két telefonom van, viszont nem cserélgetem őket olyan gyakran, az előző Androidos készülékem négy évig szolgált ki. Ez a Google Telefon egyébként a DxO márknak a toplistáján jelenleg a második helyen szerepel. Volt egyébként már pixelem korábban, de még a második széria, amit rettenetesen gyűlöltem, úgyhogy az elmúlt években ezért nem is próbálkoztam ezzel a telefonnal. Hogyha esetleg még nem hallottad, azt érdemes tudni, hogy ez az első olyan pixel széria, ami elérhető hivatalosan is Magyarországon. Egyébként a Jette, Alza és Ema kínálatában. A csomagolása az eléggé puritán, nem túl sok minden van a dobozban. Egy töltőkábelt adnak hozzá. Illetve rendeltem hozzá egy ilyen gyári tokot is. A telefonnak a megjelenése az véleményes, nekem nagyon tetszik egyébként, az alakja az teljesen iPhone-szerű lett, nagyon más rajta viszont a kamera. Ennek a modellnek egyébként matta hátlapja, ez szerintem nagyon jól néz ki. IP68 alapú besorolást kapott, az por és vízálló bizonyos szintig. A technikai részletekben nem túlzottan belemenve, ugye ez a csúcsmodellje a Pixel 9-es szériának, nagyobb felbontású és fényesebb kijelzőt kapott, mint a belépő modell. A kijelző típusa LTPO OLED, úgyhogy tényleg nagyon szép képe van, és az aksit is kíméli. Ami a kamerákat illeti van, ugye a selfie kamera, ez 42 megapixeles, a hátlapon pedig ugye ott van a főkamera, a széles látó és a tele. A különböző tesztek alapján, amit láttam a készülékről, az eléggé egyértelmű volt, hogy nem a vasnak köszönheti a teljesítményét, hanem elsősorban a szoftvernek. És ha már a szoftverről van szó, azt is érdemes tudni, hogy 7 évig jönnek majd rá a frissítések. Hogyha felvesszük a telefont, akkor ugye fel is ébred, és az ultrahangos új olvasóval nagyon könnyen be tudunk lépni, akkor is, hogyha mondjuk esetleg meg van izzadva az újunk. Illetve van nyilván az arcfelismerés. Is. Néhány új dolog, amit érdemes megnézni, mielőtt rátérnénk a kamerára. Az első a Geminite a Google-nek az AI-asszisztenssel, amit egyébként magyar nyelven is lehet akár használni. A Gemini mellett egyébként ugyanúgy fenntartották a régi google asszisztenst is, ami az eszközvezérlésért felelős, és az továbbra sem tud magyarul. Ez a ChatGPT-hez hasonló alkalmazást tudunk neki írni, tudunk képet feltölteni, illetve akár beszélgetni is vele. Például csinálhatunk vele egy fotót valamilyen tárgyról, és ezzel kapcsolatban tehetünk fel kérdést. What's this?

A képen úgy tűnik, hogy két lal surprise baba van. Ezek a babák nagyon népszerűek, és mindegyikhez tartozik egyedi kiegészítő és meglepetés. Ha szeretnél többet megtudni róluk, vagy más játékokról, nyugodtan kérdez. Nem teljesen új funkció, de érdemes ismerni ezt a bekarikázással keresést. Megnézzük, hogy megtalálja-e kirát. Wow, itt van. Még az is, ahogy gyártották. Van még egy AI app, a Pixel Studio, amivel ugye képet lehet generálni, ez hivatalosan Magyarországon még nem érhető el. Nézzük meg először a kamera beállításokat, és utána majd ki fogunk menni terepre is, és kipróbáljuk a gyakorlatban. Nézzük meg akkor végre a kamera appot. Ugye négy lehetőségből választhatunk, látószög szempontjából. Vannak az általános beállításaink, ugye az éjszakai módhoz, vakuzáshoz kapcsolódó beállítások, van ez a top shot, azaz az a legjobb felvétel, azt meg is mutatja, hogy milyen beállítások esetén nem működik. Lehet időzítőt állítani, ki lehet kapcsolni a makrofókuszálást, ez egy nagyon hasznos funkció, illetve itt választhatunk a közül, hogy 4-3-as vagy 16 es legyen a képarány. A további beállítások alatt megtaláljuk, hogy akarjuk-e menteni a lokációnkat, hogy adjon-e hangokat a kamera, hogyha QR-kódot olvasunk be, akkor feljöjjön ez a lehetőség. Illetve van olyan lehetőség is, hogyha ugye nincs mondjuk távkioldónk, hogy felemeljük a tenyerünket, és azt mutatva a telefon felé elindíthatjuk az exponálást. Egy másik érdekes funkció, hogy bekapcsolhatjuk a social share-t, az a közösségi megosztást bizonyos platformokra, és olyan esetben, hogyha készítünk egy képet, akkor onnan közvetlenül ki tudjuk mondjuk egy Instagram sztoriba posztolni. Ez ugye így néz ki, hogy elkészítem a képet, és itt megjelennek ezek a lehetőségek. Be lehet állítani ugye különböző gyors gombokat, a gyakori arcoknak a mentését, vannak különböző segédletek a komponáláshoz. Én általában ezt a 3x3-as gridet szoktam használni más telefonokon is. Illetve vannak videós beállítások is stabilizálással, illetve audióval kapcsolatban. Az általános beállítások mellett vannak a próbeállítások, ahol például ki lehet választani a felbontást amiben szeretnénk menteni, illetve, hogy szeretnénk egy nyers képet, Ilyenkor a nyers képet és a JPG-t is menti. A próbeállításoknál a lencse választás is érdekes lehet, ugye az automatánál azt választhatjuk ki, hogy fél, egy, kettő vagy ötszörös nagyításunk legyen. Viszont, hogyha ezt a manuális választást állítjuk be, akkor a konkrét kamerák közül választhatunk. Ugye van ez az ultraszéles, a sima széles és a tele. Viszont ilyen esetben bizonyos funkciók nem elérhetőek. Tehát, ha visszamegyek ide a Generál fűre, akkor látom, hogy a makrofókuszálás nem érhető el. Tehát, ugye, sokkal messzebb kell mennem, tártávolságot kell növelnem, hogyha ilyen manuális választással szeretnék ilyen közelre fókuszálni ezzel a lencsével. A további beállítások ugyanarra visznek, mint az előző esetben. Itt a másik oldalon is vannak még beállítási lehetőségek, ugye van ez a fényesség, ez simán az expozíció kompenzáció beállítása, tehát sötétíthetjük, vagy világosíthatjuk a képet. Ezzel vissza tudjuk állítani, ugye nullára. Hogyha ilyen sötét környezetben vagyunk, tehát mint itt ez a fekete asztal, ilyenkor ugye hajlamos felül a telefon, úgyhogy jól jöhet, hogyha egy picit visszavesszük ezt az expozíció kompenzációt. A következő beállítással ugye az árnyékokban növelhetjük a részleteket, vagy sötétíthetjük az árnyékokat fehér egyensúlyállítás melegebb vagy hidegebb irányba, használhatunk manuális fókuszt, ugye látszik, hogy hol éles, Hogyha megszüntetjük ennek a fókusznak a kijelölését, akkor pedig visszaáll ugye autofókuszba rögtön. Egy picit furcsán vannak ezek a próbeállítások a telefonon, ugye itt tudjuk állítani a zársebességet, és itt tudjuk állítani az izót. Hogyha beállítunk valamilyen zársebességet, és utána izót állítunk, akkor mindkét beállítást megtartja addig, amíg vissza nem állítjuk. És akkor ugye megint átmegy automatába. És látszik, hogy ugye ahogy méri a fényt, úgy változnak ezek az értékek. Rekeszértéket ezen a telefonon nem lehet állítani, ez még mindig eléggé ritka a mobilkamerák esetében. Ebben a módban, ugye itt fölül látjuk a különböző értékeket. A Rekeszértéket, azt, hogy automata vagy manuális fókuszban vagyunk, illetve a zársebességet és izót. Itt van egyébként ilyen segédlet is, ami elmondja nekünk, hogy mi az a zársebesség vagy mi az az izó. Ezzel a gombbal pedig visszaállíthatjuk az összeset az eredeti értékre. Az alapfotómódon kívül nyilván van egy csomó másik, amit már megszokhattunk, például a portrémód. Itt ugye különböző beállítások kapcsolódnak hozzá. Lehet például arcot retusálni. Illetve itt is van lehetőségünk mondjuk expozíció kompenzációra, vagy az árnyékok felemelésére, vagy fehér egyensúly megváltoztatására. Itt azonban ugye sokkal kevesebb beállítás van, mint a sima fotónál. Van egy nagyon érdekes új funkció, amit itt meg is mutat, hogy mit csinál. Ha például csoportképet készítünk, ugye a fotós sokszor lemarad, vagy leteszi állványra a telefont vagy a gépet, és rohan oda a többiekhez, ezt ugye ki lehet azzal küszöbölni, hogy utólag rakjuk rá a fotóst a képre, és ebben segít ez az admi. Van ugye hosszú expozícióra lehetőség, illetve van ez az Action Pen nevű lehetőség is, ami nagyjából a svenkelésnek felel meg. Másik irányba pedig ugye az éjszakai fotózással kapcsolatos lehetőségek vannak, astrofotó móddal például, illetve ugye van panoráma is. Menjünk át a videós dolgokra. Ugye itt is vannak különböző beállítások, ki is írja, hogy mi micsoda. Ez a videó busztolás például arról szól, hogy a felvett videónak a színét javítja, illetve a stabilizálását, és ugyancsak lehet 8 k felbontásban videót készíteni. Itt ugye ki is lehet választani, hogy Full HD, 4K vagy 8K legyen. Ezzel be is kapcsolta a videóbusztot, hogy átváltottam a 8 k Lehet állítani ugye az FPS-t, 24, 30 vagy 60 frame per másodperc. Be lehet kapcsolni a 10 bites HDR lehetőséget, ami már nekem egy kicsit ilyen túlszaturált és túl eredményt ad. A videó stabilizálását is be lehet állítani különböző értékekre. Ugye van a, a standard, ami a kisebb mozdulatokhoz van, van a rögzített, ami olyan hatást próbál elérni, mintha állványon lenne a kamera, illetve az aktív, amikor akciójeleneteket videózunk. Szerencsére mindig kírja nekünk, hogyha egy funkció éppen nem aktív, akkor annak mi az oka. Van audio beállítás is, lehet javítani ugye a beszédnek a minőségét. A videó esetében nincsenek teljesen manuális beállítások, ugye ugyanúgy az expozíció, kompenzáció, illetve a fehér egyensúly az, ami állítható. Itt is van néhány egyéb opció, például ugye ez a blur, ez a háttérámosásról szól, ami ugye a cinematic videó az iPhone esetében. Ez a pen ez arra szolgál, hogyha mozgatjuk a kamerát és úgy rögzítünk vele, akkor lelassítja ezt a kameramozgást és ilyen professzionálisabb megjelenést kölcsönöz. Ez a lehetőség értelemszerűen az éjszakai videókhoz van, illetve van a szokásos slow motion és timelapse. A slow motionnél ugye be lehet állítani a sebességet, hogy 120 vagy 240 fps legyen, viszont ezeket csak full HD-ban tudja, 4K-ban nem. Hogyha elindítunk egy videót, akkor ugye közben át tudunk váltani az egyéb kamerákra, Viszont ugye a selfie kamerára továbbra sem lehet átváltani, ami nem túl szerencsés, hiszen tök jó lenne vlogot csinálni, és mondjuk időnként mutatni a környezetet, meg időnként magunkat. Átváltok a selfie kamerára. Itt is vannak ugye különböző beállítási lehetőségek, messze nem annyi, mint a hátsó kamera esetében, és itt a Pro mód alatt is csak a RAW és JPG beállításokat találjuk. Itt ugye értelemszerűen megint csak a a fényesség, az expozíció, kompenzáció, árnyékok és a fehér egyensúly szerepel. Megérkeztünk Mártinak a frissen elkészült stúdiójába, a Stúdió 22-be, ami most már bérelhető is, ugye? Márti egyébként egy csodajó portréfotós, és most már a stúdiója is bérelhető, úgyhogy szerintem ezt jó tudni. Itt van a második kerületben, könnyen megközelíthető ingyenes parkolás van az utcán. A Pixel telefonnak néhány funkcióját fogjuk megnézni, amihez egy sötétebb termet választottunk. Fogunk egy picit természetes fényt használni, meg lehet, hogy beizzítjuk a ledet is, hogy megnézzük, hogy milyen képeket tudunk készíteni. Megnyitottam a fotó alkalmazást, nézzük végig a kamerákat és lencséket, hogy milyen látószöget eredményeznek. Ez a legnagyobb látószög, ezzel ugye nem fotóznám le azért Mártit, mert eléggé torzul, illetve ahogy keresztben van a lába, most nem számítva rajta azt az óriási nagy fény, közel van a kamerához, és rendkívül torzulna, de azért a teszt kedvéért csinálunk róla egy képet. Azért vettem fel ezt a pozíciót, hogy kicsit stabilizáljam a képet, mert szándékosan nem kapcsoltunk lámpát most. Jó, most átmegyek a következőre. Még ebbe is bele tudnánk egész alakosban komponálni Mártit. Átváltok erre a kétszeres lencsére, na ez az, amivel már lefotóznám portréban. Nagyon szép vagy, Márti! <laughs> Jó, és akkor ez ugye az ötszörös ezzel már egészen közeli portrét tudunk csinálni. De szándékosan választottuk ezeket a fényviszonyokat, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan fog exponálni, vagy milyen expozíciót állítani be automatikusan a telefon így, hogy ugye sötét környezetben vagyunk, sötét ruhában van Márti, és ugye azt vártam, hogy esetleg túl fogja őt exponálni és kiégne, de igazából az automatikus expozícióval teljesen klassz az, ahogy, ahogy belőtte az expót. Viszont van egy olyan dolog, amit a tesztelés során vettem észre, hogy az a szokásos ilyen expozíció kompenzáció, amit szoktunk tudni csinálni a telefonoknál, hogy így rárakjuk az újjunkat és így föl le, vagy jobbra-balra húzogatjuk, és úgy változtatjuk az expót, az nincs ezen a telefonon. És úgy tudunk változtatni egyébként, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem lett jó az expozíció, hogy átmegyünk ezekhez a Beállítási lehetőségekhez és itt ö, tudjuk húzni. Ezzel ugye az a probléma, hogyha például lencsét szeretnénk váltani, akkor ugye megint vissza kell mennünk, és mondjuk átváltjuk erre a lencsére, és hogyha szeretnénk változtatni az expón, akkor megint ide vissza kell jönnünk, és ez, ez nem szerencsés. Viszont az nagyon jó, hogy még egy ilyen fényviszonyban is elég jól beállítja magától az expót, szóval lehet, hogy nincs szükségünk erre a kompenzációra olyan sokszor. Átmegyek a portré módra a telefonon. Itt ugye már csak két kamera közül tudunk választani. Nem túl nagy a különbség. Ugye a portré mód az arra szokott jó lenni, hogy szoftveresen el van mosva a háttér, és ezáltal ki tudjuk emelni az alany. Mobilon általában nincsen rekesz, Amivel ezt fényképezőgépen meg tudjuk oldani. Viszont már egyébként egyre több kamerába beleteszik, mobilon is a rekeszt, ebben nincsen. Úgyhogy itt szoftveres háttérelmosás van, viszont ehhez nincsen semmilyen beállítás. Tehát akár itt keresek, akár a másik oldalon, nem tudom élőben megnézni azt, hogy hogyan mosná a hátteret. Itt mondjuk kisebb a jelentősége, mert nincsen semmi a háttérben, de ha kin lennénk mondjuk az udvaron, akkor ez eléggé zavaró tudna lenni, hogy nem látom, és utólag szerkesztésnél tudom csak átállítani a háttér elmosás mértékét. Az egyetlen dolog, amit itt ki lehet választani, és releváns portré szempontból, az a retusnak a mértéke. Úgyhogy fogok egy-egy képet csinálni Mártiról a különböző beállításokkal, tehát ez lesz az első retus nélkül. Jó, és akkor nézzük még meg azt a retust, amelyik a legerősebb. A blőrrel a háttérelmosásnak a mértékét szabályozhatjuk, míg ezzel a depth, azaz mélység funkcióval, pedig azt határozhatjuk meg, hogy mekkora legyen a mélység élességnek a tartománya. Azaz, hogy körülbelül honnan kezdődjön a háttérelmosás, illetve az előtérelmosás a képen. A már említett szelfi módban, ugye, hogyha feltartjuk a kezünket, akkor messzebbről is tudunk képet készíteni. Nyilván nem akkor van értelme, hogyha a telefon a kezünkben van, hanem hogyha le van rakva valahová. Mivel egy picit sötétebb van, ezért a videónál bekapcsoltam a videóboostot, megnézzük, hogy mit hoz ki ezzel az Ultra HD 8 k Itt ugye 30 frémet tud másodpercenként, tehát itt nem tudom 60-ra váltani, mint a 4K esetében. Egy standard stabilizálást fogunk használni, és megnézzük a különböző kamerákat. Jó, elindítottam, és ebben az esetben nem lehet kamerát váltani felvétel közben. Átváltok 4K-ra, és 60 frame-re, és megnézzük így is a videófelvételeket. Itt már fogok tudni kamerát is váltani felvétel közben. Az eléggé zavaró, hogy a Selfie kamerára egyébként nem lehet átváltani, mert akkor igazából vágás nélkül is lehetne egy vlogot csinálni például és akkor még gyorsan megnézzük ezt a, ezt a háttérelmosós videó lehetőséget is. Itt lehet ugye a háttérelmosás mértékét is szabályozni. Közelebb jövök, hogy jobban lássuk a háttérelmosásnak a különbségét. Továbbra is itt vagyunk Márti stúdiójában az udvaron, és megnézem a Pixel 9 Pro XL-lel, hogy hogyan stabilizál, hogyha megyek vele az utcán. Nézzük meg állóban is, mert azért csak nem vagyunk olyan boomerek, hogy fekvőbe vlogolnánk. Most kipróbáljuk ezt az Action Pen funkciót, ami ugye penning vagy svenkelés néven ismert, úgyhogy egy ilyen bemozdulásos képet fogunk készíteni, ugye Márti sétálni fog, én pedig jövök majd vele, és megnézzük, hogy mit hoz ki belőle a telefon. Most pedig kipróbáljuk a hosszú expónak a lehetőségét, amivel például bemozdulást érhetünk el. Márti szoknyáját fogjuk bemozdítani, de használhatnánk például egy vízeséshez, vagy egyéb mozgó dologhoz. Nagyon fontos, hogy közben mi nem mozogjunk, tehát legyen olyan, ami teljesen éles a képen, és ahhoz képest fog jól kinézni egy bemozdulás. Most majdnem dél van, ami a legrosszabb időpont a fotózáshoz, úgyhogy arra gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy hogyan teljesít a telefon portréban ilyen fényviszonyok között. Ugye én nagyon rosszul vagyok, mert pont szemből jön a nap rám, hunyorogni fogok, rosszak lesznek rajtam az árnyékok, úgyhogy itt úgy állítottam be, hogy ellenfényben legyen. Szóval, ha valaki beszól neked a fotózásnál, hogy de hát így hátulról jön a fény, akkor ne foglalkozz vele, mert nem fogunk valaki tűző napon délben úgy lefotózni, hogy így jön az arcába a fény, mert nagyon ronda lesz. Mert egy mosa is mintha jó lenne itt a tűzön. Nézzük meg a portrémódot is. Itt úgy tűnik, hogy a fénymérés kevésbé működik jól egyébként, úgyhogy kompenzálni fogok, mert eléggé kiégeti ott Mártinak a haját. Megnézzük, hogy így jobb lesz a helyzet. Persze a preview az nem teljesen felel meg annak a képnek, amit el fog készíteni, úgyhogy lehet, hogy nem lesz zavaró látszik, hogy ellenfényben egy kicsit nehezebben talál fókuszt, úgyhogy én nem látom teljesen élesnek a képet, illetve a haj túl lett exponálva, és amikor megpróbáltam visszahúzni az expót, az se segített rajta, de ne felejtsük el, hogy ezek a legrosszabb fényviszonyok, amik között csak lehet fotózni. Készítettem róban is képet, majd megnézzük, hogy utómunkában lehet-e segíteni ezeken a problémákon. Most, hogy elkészültek Mártiról a képek, nézzük meg az utómunkát. Megnyitom Mártiról ezt a képet, itt láthatjuk az eredeti nyers képet, illetve a feldolgozott JPG képet. Itt fel is dob nekünk ilyen különböző opciókat mesterséges intelligencia alapján, kipróbálom mondjuk ezt a blur backgroundot. Látszik, hogy elmosta nekünk a hátteret. Ezzel fel is jöttek az eszközök. De ugye úgy is előhívhatjuk őket, ezt most nem fogom megtartani, hogy itt az editre nyomunk rá, és ugyanígy elérjük ezeket a különböző funkciókat. Van a szokásos vágóeszköz, a tools alatt találunk mesterséges intelligencia alapú dolgokat, a szokásos beállítási lehetőségek a fényességgel, árnyékokkal, stb. filtereket, és különböző ráírási lehetőségeket. Ami igazán érdekes nekünk, azok az újabb mesterséges intelligencia funkciók. A túlz alatt található mesterséges intelligencia funkcióknak a nagy része működik offline is. De például a Zoom enhance aminek az a lényege, hogy fel tudjunk vele nagyítani egy képet, ahhoz kell internetelérés. Nézzük meg először a Portrait Látszik, hogy teljesen ki tudjuk világítani az árnyékos részeket is. Ez akkor jöhet jól, ha mondjuk tűző napon fotóztunk, és csúnya árnyékok lettek az arcon. Adhatunk hozzá fényt, és ennek az irányát változtathatjuk. És nyilván az erősségét is. Itt én most ugyanoda helyeztem el, ahonnan egyébként is jött a fény, de innen derítést adhatunk hozzá a másik oldalhoz. Az általam használt Photoshop pluginok közül például a Portrait van hasonló lehetőség. A Portrait már néztük az előbb, de rá is mehetünk most, hogy megnézzük a beállításait. Lehet az elmosásnak a mértékét állítani, illetve a mélységet hogy honnan induljon az élesség és az elmosás. Az unblur az arra szolgál, hogyha van egy olyan fotó, ami el van mosódva, mondjuk bemozdult lett, vagy életlen lett, akkor azt vissza lehet hozni. Ez a fotó ez teljesen éles, úgyhogy olyan nagyon látványos változásokat nem fogunk látni rajta. A Magic Eraser az arra szolgál, hogy eltávolítsunk valamit a fotóról. Mondjuk megpróbáljuk leszedni Mártinak a fülbevalóját. Itt ugye mesterséges intelligencia alapon megpróbálja kitalálni, hogy mi az a tárgy, amit szeretnék eltávolítani, és le is szedtük Mártinak a fülbevalóját. Ez a kamuflázs ez pedig arra szolgál, hogy megpróbálja így beolvasztani a környezetbe azt a dolgot, amit kijelölünk. Itt nem sok minden történik, de például zöldre vette Mártinak az egyik fülbevalóját, ami levél alakú. Az utolsó, ez a color focus, ez az általam legjobban gyűlölt funkció, még pedig a szelektív színezés, amikor is a témát színesen hagyja, és a hátteret fekete-fehérre veszi, illetve minden mást, ami nem a fő témához tartozik. Hogyha nem használjuk úgy, hogy teljesen fekete-fehér legyen a többi dolog, akkor igazából kiemelhetjük vele a témát. Ez viszont már egy elég elavult dolog, hogyha teljesen szelektíven színezünk. Látszik itt, hogy mik vannak bekapcsolva, vissza is vehetjük, és itt is utólag is állíthatjuk, amíg nem mentünk egy másolatot róla. Vannak mesterséges intelligencia alapú ajánlások itt, ezeket érdemes lehet megnézni, de én szerintem ezek közül nem nagyon van szükség semmire, esetleg fekete-fehérbe áttehetjük, hogyha szeretnénk. Picit állítok itt a kontraszton. S megnézem, hogy a fehéreket hova akarom tenni, és igazából kész is van egy fekete-fehér portré. Mentek egy másolatot. Látszik, hogy így összecsoportosítja az összetartozó képeket, ugye megvan a fekete-fehérünk, és megvan a nyers fotónk. Az, hogy milyen lehetőségek jönnek fel az eszközök között, az attól is függ, hogy milyen képet nyitunk meg. Hogyha elmegyek itt a tools akkor látszik, hogy további lehetőségek jönnek föl. Itt már a nagyítás, illetve az égjavítás is feljött. Nézzük meg a Zoom Enhanced-t. Igaza volt a többi tesztelőnek, ettől az eredménytől most nem fogunk elájulni. Szándékosan egy olyan képet választottam, ami nem éles, úgyhogy kipróbáljuk rajta az Ambler lehetőséget. Itt is látszik, hogy olyan nagyon komoly mesterséges intelligencia nincs mögötte, nem próbálja meg helyreállítani itt az arcot, úgyhogy ezt olyan esetben tudjuk leginkább alkalmazni, hogyha csak egy pici bemozdulás vagy életlenség van egy képen. Nézzük meg a mesterséges intelligencia alapú Magic editor is, ez offline nem működik, interneten elérés szükséges hozzá. Itt találjuk az autoframe és a portré lehetőséget, nézzük meg, hogy mit csinálnak. Ugye az első arról szólna, hogy találjon nekünk egy jobb kompozíciót, mint amit készítettünk. Hát, ez nem sikerült neki, Itt belevágott Márti kezébe. Itt úgy nézem, hogy kibővítette a képkockát feleslegesen. Én maradok annál a kompozíciónál, amit én készítettem. Nézzük meg a portrét is. Különböző módokon utómunkázta ezt a portrét, látszik, hogy itt kiemelte Mártinak az arcát, és egy picit visszavette a, a környezetből. Ebben az esetben egy erősebb háttérelmosást csinált, és szintén élénkített Mártin. Itt pedig szintén a hátteret egy picit behúzta ennél az ellenfényes képnél. Én azt mondom, hogy ezek közül a második lett az, ami a legjobb, úgyhogy ezt el is fogadom ezt a javaslatot. Ennél egyel érdekesebb, hogy képgenerálást is tudunk használni, amihez én itt be fogok karikázni egy ilyen területet, és létrehozok ide valami mást. Mondjuk egy pillangót. Ne hm, de szép lett. Elég vicces eredményeket kaptunk, ez a második, itt valaki benyújt egy pillangót valamilyen ai kézen, illetve itt a harmadik már egész tűrhető lett. Na, a negyedik az még jobb. Eszünkbe juthat, hogy esetleg valamilyen más ruhát adjunk valakire, ez azonban nem fog működni, kísírta nekünk, hogy nem hajlandó ezt a kérést teljesíteni, felismerte, hogy emberen szeretnénk valamit változtatni. És ugyanúgy nem fogunk tudni Márti mellé tenni mondjuk egy másik embert. Ugye itt egy kicsit változtathatjuk a kivágásunkat, hogyha kimaradt volna belőle valami, vagy túl sokat választottunk volna ki. Jó lenne, hogyha lenne olyan opció, hogy nem próbálja meg okosan kitalálni, hogy mi mit szerettünk volna kiválasztani. ide írom, hogy egy magas férfit szeretnénk itt látni, és ez se fogja nekünk végrehajtani. Tehát embereket nem tudunk generálni, és embereken nem tudunk változtatni, de még olyan szinten se, hogy más ruha vagy kalap legyen rajtuk viszont egyáltalán nem jelöli, hogyha rágeneráltunk valamit a képre, tehát hogyha kiposztolnám a pillangós képet, akkor semmiféle AI címkét nem tenne rá. És hogy mit gondolok fotós szemmel erről a telefonról? Megmondom őszintén, hogy nem vagyok elájulva. Csinált szép képeket, szép videókat, de van egy csomó olyan dolog, ami kifejezetten bosszantó. Ilyen hiányosság például az, hogy az expozíció kompenzáció nehezen elérhető, vagy azt használom, vagy a kamerák között tudok váltani. A portré háttérelmosás sok esetben nem volt annyira szép, és nem is lehetett a mértékét állítani a fotózásnál. Utómunkában lehet ugyan szabályozni, de a legjobb lenne, hogyha már nem kéne hozzányúlni a képhez. A portré módban csak két kamera választható az egyszeres és a másfélszeres, és szívesen látnék egy telésebb lencsét ebben a módban. Megjelent az az irány a telefonoknál, hogy valódi rekesz van legalább a fő lencsén, de itt például ezt nem építették be. A Blur videó esetében, ami olyasmi, mint a cinematic mód az iPhone-on, eléggé zavaró, hogy a Selfie kamerával nem működik, csak a hátsóval. És ugyanígy vlogger szempontból az elég bosszantó, hogy tudom váltogatni ugyan a hátsó kamerákat, de mondjuk a selfie nem tudok átkapcsolni. Ezzel meg lehetne spórolni mondjuk vágást is akár. Vannak jó dolgok is, ami kifejezetten tetszettek ebben a telefonban. Egészen jól lövi be az expozíciót olyan helyeken is, ahol általában a fénymérés nem szokott túl jól teljesíteni. Tehát például, amikor sötét környezetben fotóztam Mártit, Egyáltalán nem exponálta túl az arcát klasszas venkelés és a hosszú expozíció lehetősége. A fotóim rendszerezésére és megosztására szívesen használom a Google Photos, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez így natívan rajta van a telefonon. Arról már nem is beszélve, hogy elérem ezeket az új mesterséges intelligencia funkciókat, amik néhány esetben még kezdetlegesek, de biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan fognak fejlődni. Mindezek alapján én azt gondolom, hogy ha neked a fotó meg a videó az elsődleges szempontod, akkor nem ez a telefon lesz a legjobb választás. Mivel a munkában én szinte kizárólag Google eszközöket használok és nagyban támaszkodom a mesterséges intelligenciára is, nekem teljesen jó ez a telefon munkatelefonnak, tartalomgyártásra viszont valószínűleg marad továbbra is az iPhone. Te mit gondolsz, neked kellene ez a mobil? Írd meg kommentben a videó alatt! Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hogyha hasznosnak találtad, akkor ne felejtsd el lájkolni like és követni a csatornámat!